Kiskorában a templomban Koppány Mária orgonajátéka elvarázsolta, de sajnos ezt a hangszert nem tanulhatta, így lett fuvolista Pap Róbert, a karcagi nagykun református általános iskola végzőse. A kedvence az ének, a történelem és a fizika. Ez tanárainak is köszönhető, mégis a zene számára minden. Fuvola művész szeretne lenni. Legjobban az ének hoz, mivel zenei beállítottságú vagyok, zenéskolában már 8 éve, és fuvolán játszom. És akkor térjünk át a szakmai tárgyakra, mondhatjuk. Mi az, ami kedvenced? A fuvola, ugye nyilván, mert tanulok zongorakötelezőt, és szolfés tanulok zenéskolába. Most itt a természettudományi teremben beszélgetünk, úgy tudom, hogy a tantárgyak közül itt is van olyan, amit szeretsz. A fizikát szeretem, és a történelmet szeretem még. Ez kicsit messze áll egymást, ez a két tantárgy, de ez hogy jött? És mi leszel, hogyha nagy leszel, hiszen itt hallottuk igazgatónőtől, hogy tulajdonképpen a zene a minden számodra. Zenévész szeretnék lenni. Azon belül? Fuvolaművész, én fuvolát tudok, és ugye azzal szeretnék tovább haladni. És miért pont a fuvolát választottad? Hiszen ez egy kecses hangszer, tehát nem minden nap használ az ember ilyen hangszert, tehát miért nem zongorán tanulsz? Ez egy érdekes történet, ugyanis én először orgonát szerettem tanulni. Ugye ez nem volt az iskolában, és akkor ugye nem ismert már csak a fuvolát. És ugye nyomottak a fuvola. És akkor én nagyon megszerettem ugye elmúlt, hát 4 év alatt most már. És akkor ez mennyi gyakorlás jelent számodra naponta? Hát most már naponta 2 szoktam gyakorolni fuvolára. Régebben sokkal kevesen volt, ugye. És tanulása mennyi idő jut? Vegyes, inkább kevesebb arra viszont így. És milyen tanuló vagy, hogy hazamész a suliból, leülsz és rögtön nekiülsz? Hát mintha hazaérek, utána szoktam nekem gyakorolni, ez egy ilyen 2 óra fuvola és 1 óra a zongorokat leszünk, 1 óra szolfés gyakorlás, és akkor utána neki tanulni. Mit jelent neked a tanulás szempontjából a zene? Hát egy nyugalmat, hogy megnyugodtam, hogy legyen előkészítést, hogy kedvenceid? Egyik kedvencének a Gabriel Fauré Pavan. Ez egy francia zenemű, egy lassabb és egy periódusokból álló zenemű. A Konstantin Dimitrescu egy román zeneszerzőtől az Ördögtánc, Jádanyi Pál szonatina és a Szervanszki szonatina. És mennyire vagy hangulatember? Vegyes, tehát hogy attól, hogy mennyire éppen vagyok éppen zaklatott, vagy nem, vagy nyugodt vagyok. Ha legyek, hogy nyugodni, akkor inkább egy lassabb zeneszámot, hogyha pedig inkább valakom a tuningolni, úgymond, akkor egy gyorsabbat. Azért nem nagyon vannak versenyek, inkább azok is az online térbe szorultak át. Egyszer voltam egy fafúgós verseny, meg többször az iskolában léptem fel, Nefisztáron, legutóbb a karácsonyi műsorban léptem fel, a Diótér Összintből a Virágkeringőt játszottam, és én karácsonyi dalokat mellé. És fontos számodra a közönség visszajelzése? Fontos, hogy nekik játszom, nem magamnak, hanem nekik. És én attól lesz a valaki, hogy nekik tetszik, amit én játszok nekik. Hova mész 8. után? A Debrecen-Eszternél a Kossuth Gyakorló Gimnáziumban. Egyébként, hogyha mondjuk nem fuvolát tanulnál, mert lett volna az a hangszer, amit kerestél volna, akkor most ugyanilyen lelkes lennél? Valószínűleg igen. Nekem az egész onnan jött, hogy még kicsi voltam, elmentünk nekem a templomba. És ugye menjünk fel. És így ott volt Koppány Marika négy az orgán, és akkor behívott, hogy nézzem meg. És akkor én megnéztem, és akkor szerettem meg, és láttam, amikor Marika néni orgonál, és akkor mert, hogy én ezt szeretném csinálni. És mit kaptál a zenétől eddig? Egy nyugalmat, és az, hogy mindenre van megoldás, és hogy amit tudunk, azért harcolni kell. Tehát akkor kitartás. És nagyon nehéz, tehát hogy sokan azt gondolják, hogy csak megfújom, és ennyi, de nem. Különböző fújási technikák vannak, és ezeket elsejteni nem 1-2 óra hossza, hanem jóval több. Szülei örülnek sikereinek, és támogatják. Ők elintem voltak, hogy ilyen hosszú ideig fog tartani, de örülnek neki, és támogatnak. Nekem nem volt a családban, aki zeneművész lett volt, ilyen utolsó, így mondtam.